Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ami a képen látszik, az ugyan nem egy gyík, hanem egy béka, de igazából azért van most a képen rajta, hogy jelezze a jellegét ennek a kis videónak, amit most fogok készíteni. Megpróbálom rövidre foglalni a sztorit. Nagyjából el szeretnék mondani egy pár instrukciót, illetve tanácsot egy olyan készülékről, ami mostanában közkedvelté vált, nagyon sokan szeretik. Viszont van egy olyan tényezője a használatának, ami sajnos problémát okozhat, és ebbe szeretnék egy kis tanácsot, illetve eligazítást nyújtani a felhasználóknak. Elveszem a barátunkat a képről, és megmutatnám magát a készüléket, amiről szó lesz. Ő az. Egy Vámó V7 V2-es mód készülék. Mégpedig mi a probléma ezzel a készülékkel? Alapjában ez semmi. Illetve mégis van, úgy hívják azt a problémát, hogy likvid. Illetve van még egy probléma, az pedig az, hogy sajnos hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy ezek az elektronikai készülékek nem szeretik a nedvességet, mert mint tudjuk, a nedvesség az elektromosságon belül problémákat tud okozni. Mondanám és mutatnám, hogy miről van szó. Ő az. Az 5-10-es csatlakozó. Nem győzzük ecsetelni, már többen szóvá tettük azt, hogy aki módkészüléket vagy akár egy EGO akkumulátort vásárol, rendszeresen karban kell tartani az 5-10-es csatlakozót. Mégpedig azért, mert a likvid sajnos egy olajos anyag, és könnyen be tud mászni az elektronikához. Magában a likvid az nem vezető, tehát igazából nem okozna problémát, de viszont köti magához a nedvességet, és innentől kezdve már viszont problémát tud okozni az elektronikán belül. Hogy miről is beszélünk? Ez a készülék rugós középérintkezővel van ellátva. Körülötte van egy egész picike kis ógyűrű, ami egy tömítő szerepet lát el, de sajnos nem ott kerül be a likvid, hanem egészen máshol. Mégpedig magán a rugos érintkező mellett. Abból kifolyólag, hogy akkor áttekerjük a készülékre a kazánunkat, középérintkező megmozdul lefelé, a körbe a peremén összegyűlemlik a likvid, vele együtt lecsapódott kondenz, lemászik a középérintkező falán, bekerül a rugó mellett a rugos érintkező házába, és onnantól kezdve szabad útja van az egészen az elektronikához. Mégpedig olyan módon, mutatok egy Vámó V7-es elektronikát, ez a pozitív érintkező, ez van a rugos érintkező aljához forrasztva. Képzeljük el, hogy ez körül egy cső van. Belül szépen vándorol lefelé a likvid, végigfolyik a csövön, mármint a csövön, vezeték szigetelésén. Még eddig nincs probléma. Egészen addig, amíg ez a szendvics szerkezetű elektronika között be nem kerül egészen eddig a kritikus pontig, ami itt van középen. Itt van maga az vezérlője az elektronikának, és ez okozza a problémát. Mégpedig olyan módon, hogy akkor bekerült oda a likvid, magához köti a lecsapodott kondenzből származó víz cseppeket, és zállatot okoz a vezérlői cél. Legrosszabb esetben az elektronika megbolondul, illetve előfordul az, hogy az elektronika véglegesen azt mondja, hogy nem bírom tovább, és tönkre megyek, és akkor van a bizonyos amperszag, amikor az alkatrészek meghibásodnak a nedvesség környezetében. Tehát igazából ez okozza a fő problémát. Illetve van még egy dolog, ami okozza, az pedig maga a kazán. Sajnos a Vámó V7-es készülékhez sokan használnak olyan kazánokat, amik alapjában nagyon jó használhatóak és közkedveltek, de nem rugós középérintkező készülékhez javasoltak.
mutatnám őket, hogy miről van szó. Ő egy Vivinova. Ő egy LBC. Egy H2BC. Illetve egy Helix kazán. Mind a négy típusú kazán alsó levegőzésű, független attól, hogy van közöttük valami alsó fűtőszálas, valamelyik felső fűtőszálas, nem ez okozza a problémát. Magában az alsó levegőzés, mégpedig olyan módon, hogy alul van egy fulat. Ott kapja a kazánban levő fűtőszál a levegőt ízítás közben. Ez sajnos közben vége cső, és ahogy lecsapódik a pára, kondenz szépen az azon a csövön vissza is tud folyni. És ahogy említettem, visszafolyik a pára, illetve a lecsapódott likvid csepecske a csövön, egészen a középérkező után a vezetéken végigcsorogva lekerül az elektronikához. És onnantól kezdve kezdődik a probléma a készülékkel. Mik ezek a problémák? Hibás paramétereket írt ki a készülék. Tehát azt mondja, hogy alacsony ellenállású a kazán. Vagy elkező ilyet írja ki, hogy túl magas ellenállású a kazán. Vagy azt írja ki, hogy nincsen kazán a készüléken. Vagy azt írja, vagy elkezd scrollozni az elektronika magától. Ezek mind a liquid bekerülése miatt történnek. Házilag orvosolható a probléma, de hogyha már egyszer a két panel között bekerült, akkor sajnos csipspé ide, csipspé oda, sajnos az már nem segít rajta. És hogyha időben sikerül a készüléket megtisztítani a bekerült likvidtől, akkor még az elektronika megmenthető. Ellenkező esetben viszont sajnos az lesz a vége, hogy maga az elektronika meg fog hibásodni, és akkor viszont már sajnos a készülék menthetetlen, illetve hát menthető elektronika cserével, ami sajnos nem egy olcsó mulatság, tehát majdnem annyiba kerül, mint hogyha veszünk egy új készüléket, tehát igazándiból oda kell figyelni, hogy milyen kazánt használunk ezen a készüléken. Azért megmutatnak egy pár kazánt is, hogy mi az, amit javasolni tudnák erre a készülékre. Elsősorban például itt van egy Big German V2-es kazán, szintén zárt alsó része, tehát ez odat levegőzik, nem alul. Ebből nem fog likvid kerülni valószínűleg középérintkezőhöz. Ilyen kazán még esetleg, ami szóba jöhet, a Kaifun család bármelyik tagja, vagy akár egy Rose V2, így most hirtelnyében, amit tudnak javasolni, vagy akár egy German Mini, tehát amelyik kazánnak az alsó felén nincs luk, röviden összefoglalva, tehát levegőzőnyes, hanem az oldalán levegőzik, az bátran használjuk ezen a készüléken, nem fog elektronikai hibát okozni, illetve károsodást a készülékre hozni. De hát elsősorban még mutatok esetleg egy kazánt, ő a Ruzgár, szintén csavaros középérintkezővel van ellátva, tehát ő is odat levegőzik, itt az odat a levegőzőnyílása, tehát ez se fogja engedni a likvidet a kazán, illetve az elektronikához. Röviden igazán ennyit szerettem volna elmondani. Próbáltam egy kicsit rövide fogni a videót, hogy ez még se legyen unalmas. A hibákért előre is elnézést kérek. Igazániból most egy ilyen gyors segítségnyújtást szerettem volna adni ezzel a készülékkel kapcsolatban, hogy tiszta látható legyen az, ami okozza a problémát. Tehát nem gondolsz, hogyha egy kezdő véper vesz egy ilyen készüléket, de ha ilyen készüléket vásárol, akkor csak is olyan kazánt használjon hozzá, aminek az alján nincs levegőző nyílás, hanem az oldalán levegőzik. És akkor garantáltan, hosszan tudja használni a készüléket. A másik dolog, amire szintén még egyszer felhívnám a figyelmet, és ez minden készülékre vonatkozik,
hogy rendszeresen ezt a részt ne felejtsük el tisztítani papírtörlőkendővel, vagy akár egy papírzsebkendővel, vagy egy fültisztító pálcikával. Tehát mindenkinek további szép napot kívánok, és a továbbiakban pedig remélem, hogy erre az kis apró hibára sikerült fölhívni a figyelmet, és mindenki örömét fogja hosszan lenni ebben a remek készülékben, amit úgy hívnak, hogy Vámo V7-2-es verzió. Tehát még egyszer további jó közést kívánok mindenkinek, szevasztok!